közelebb hozni az információkat, közelebb hozni a fejlesztés lehetőségét. Ezen célok mentén döntött úgy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara, hogy újabb irodát nyit Zemplénben. Most már Sárospatakon is elérhetők a vállalkozók számára a kamarai szolgáltatások. A Kossuth utcai iroda átadásán elhangzott, ugyan Sárospatak neve hallatán a legtöbben az idegenforgalomra, a gazdag kulturális életre gondolnak, mégis bizonyos a helyi vállalkozások mintegy 2000 főt foglalkoztatnak. Természetes, hogy a vállalkozók itt vannak, természetes, hogy dolgoznak, azonban azokat a nehézségeket, amelyekkel meg kellett küzdeniünk a mögöttünk lévő 8-10 évben, azt nagyon kevesen tudják. Úgyhogy köszönet a vállalkozóknak, hogy kitartottak, és nem csak megtartották a munkahelyeket, hanem további fejlesztésekben is gondolkodnak, hiszen láthatjuk a Zemplén Televízió híradójában is, hogy szinte minden hónapban be tudunk számolni 5 munkahely bővítése, 10 munkahely bővítése, alapkőletétel, új csarnok építés. Ők adják a garanciát arra, hogy Sárospatak továbbra is be tudja tölteni a szerepét a térségbe. Vannak vélemények, melyek szerint a világörökségi területet kerüljék el az ipari fejlesztések. Ezzel nem ért egyet a térség országgyűlési képviselője, aki szerint évszázadok óta együtt fejlődik a helyi ipar a szőlészettel, borászattal. Számtalan tennivaló dolog van a vállalkozások érdekében, és én együtt tekintem a szőlészet-borászat vállalkozásait a könnyűipari vállalkozásokkal, hiszen nem lehet kizárni azt, hogy Zemplénben csak a szőlészet-borászat, ez a húzó ágazat és az idegenforgalom. Ugyanakkor nagyon jelentős számú foglalkoztatót foglalkoztatnak ugye ezek az ipari üzemek, Újhelybe, Patakon, Bodrogközön és Hegyalján szerte. A magyar kormány a jövő évtől kezdődő uniós pályázati időszakban a forrásoknak több mint a felét a vállalkozások fejlesztésére, a foglalkoztatás erősítésére igyekszik fordítani. Napjainkban is tart az előzetes igényfelmérés, amelybe az iparkamara új sárospataki irodája is bekapcsolódott. Most olyan időket élünk, amikor tervezés van, programozás van, ha úgy tetszik, akkor bizonyos térségek menedzselését csak akkor lehet elvégezni, hogyha tudjuk és látjuk, hogy a helyi vállalkozói közösség mit akar. Ezt interneten nem lehet mérni. Ezért az itt lévő kamarai tisztségviselőkön, vállalatvezetőkön keresztül kell egy operatív pont, ahol ezeket heti rendszerességgel lehet regisztrálni és a szolgáltatásokat idehozni. Az elnök szerint azért is fontos az iroda szerepe, hiszen Zemplén egésze a szabadvállalkozási zóna része lett. Kecskemét példáját ismerve jó eséllyel számíthat nagyobb befektetőkre is a térség, vélekedett a megyei iparkamara elnöke.